Üdvözletem mindenkinek itt újra, Gred! Azt figyeljétek, mit hoztam! A fóbia! Fóbia RDA a Wendy Vape-től. Gőz mennyisége! Nagyon durván odavág. Azt hozzá kell tennem, hogy rohadtul, nagyon durván hangos. De a gőz mennyisége az teljes mértékben tud minket kárpótolni az ellen, hogy mindenki ránk néz. Teljesen, tényleg. Mindenki ránk néz, hogy mi a francos szív, mi ez az atomerőmű. Hogyan töltsük? Drip. Milyen dripper, ezért pár csöppet oda belenyomunk, aztán mehet a banzáj. Az íze az nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szépen visszaadja a dolgokat, amit ugye az RDA-knál kell, úgyhogy azt teljesen tudja biztosítani, de nézzük is meg, hogy hogyan néz ki, illetve építsük föl magát a tankot itt oldalt. Mindjárt odafújok egy kis gőzt és átvarázsollak titeket arra. Na szóval, ide át is jöttünk, ugye itt van a kis fóbiánk a Wendy Vape-től. A doboz tartalma ugye egy plusz fej, plusz palást. Itt alul a dobozba található mindenféle eszköz hozzá, ami szemszájnak ingere. Van benne gumigyűrű, csavarhúzó, meg egy imbusz kulcs, illetve a plusz kis csavarocskák. Aztán lényegében ugye ennyi a maga a doboz tartalma. Úgyhogy most nézzük is meg. Meghúzalozzuk, és ki is próbáljuk. Kicsit közelebbre hozva megláthatjuk a sorozatszámot alul, illetve a fóbiának a logóját, és ugye a Wendy Vape készítette. 8-10-es drip tip foglal helyet a tetején. Ahogy benten megyünk, ugye ott is található a fóbia logó, itt alul a gumigyűrű, illetve a szellőzése. Két darab szellőzés oldal. Itt belül egy nagyon nagy, széles rész található. Ugye ide megy be a húzal, oda be a vatta, és meg is lehet tölteni, meg is lehet szipukázni. Úgyhogy most nézzük meg, húzalozzuk meg. Azt el is felejtettem mondani, hogy ugye kétfajta csavart lehet beletenni, aki szereti imbuszkulcssal buherálni, az azt teszi bele arra a részre, aki nem, az meg a csavarhúzót használja, mint én is. Kintebb csavarjuk mind a négyet. Húzalozás már remélem, hogy nem kell senkinek megmutatnom, hogy hogyan zajlik átlagban egyfajta tanknál, egyfajta modnál, készüléknél. Most előre készített coilokat használjunk, hogy gyorsabban menjen ez az egész dolog. Mindjárt meg is nézzük, hogy milyenek vannak. Tiger coil, Clapton coil. Azt szerintem, hogyha van kettő Claptonom, akkor azt használom, de mivel csak egy van, ezért nem azt használjuk. Fuse Clapton üres. Claptonból egy van. Használunk ilyen Alien Clapton coilt. Két darab, ugye már duálos. Duál RDA-nk van. A végéből nyisszantunk le egy kicsit. Hát úgy egy ennyit azért le kell vágni. Egyik oldalra bele. És a másik oldalra bele. Ezeket gyorsan becsavarozzuk. Megpróbáljuk középre igazítani a coilokat.
Így, középen is vannak. Nézzük meg, hogy milyen ellenállás kovácsoltunk össze belőle. Lentebb visszük egy kicsit a wattot. 0,15-ös lett. Kicsit megkapargatjuk ugye a felszínét. Most szépen egyenletesen melegítsen. Már hamarosan sikerül is, még ezt az oldalt egy kicsit meg kell kapargálni. Úgyni, és már szerintem már egyenletes is maga az izzási rész. És a másik oldal. Szépen méretre vágjuk. Úgy. Megpufizzuk mind a két oldalát. És berakjuk ide az alsó részére. Egyni. Egy. Belikvidezzük szépen kellő mennyiséggel. Hogy rátesszük a tetejét, kicsit drippezünk bele, 2, 3, 4, 5, 6, 6 csöppet még bele, és fordítsuk át, nézzük meg, hogy hogyan muzsikál a kis tankunk. Nos, itt a végén elfelejtettem azt, hogy amit az elején fölvettem, ugye ezzel a tekeréssel volt meghajtva, úgyhogy az elején láthattátok, hogy milyen fajta gőzt tud kiadni ezzel a fajta tekeréssel, úgyhogy köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, tartsatok velem legközelebb is, szevasztok! Van itt minden ecigi, meg live-ok a videó után nyomjásupot mellé egy lájkot. Gred, megérkezett, jöhetnek a nézők. Itt a Gred, itt a Gred, itt a Gred. Gred, van itt minden ecigi, meg live-ok a videó után nyomjásupot mellé egy lájkot. Gred, megérkezett, jöhetnek a nézők.